Lakossági feladatok, legfontosabb tudnivalók, hamarosan folytatódik a csatornázás Érden. Esély a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére projektzáró rendezvény a Kőrösi iskolában. Mesék képekben, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Szepes Gyula Művelődési Központban. Köszöntöm Önöket, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Hamarosan újra megkezdődnek a csatornázási munkálatok a városban. A legfontosabb feladatokról és a lakossági tudnivalókról Kovács Péter Barna projektvezető adott tájékoztatást híradónknak. A város csatornahálózatának jelentős része már megépült, azonban jó néhány utcában az elkövetkezendő időszakban kezdi meg a munkát a kivitelező. Azokon a területeken, ahol már lefektették a gerincvezetéket, ott hamarosan kiadhatják az engedélyeket az első rákötésekre is. Ezt azonban a műszaki átadás is megelőzi, amely már nagyobb ütemben megkezdődött, hangsúlyozta Kovács Péter Barna projektvezető. A műszaki átadásokkal, hogyha ez egy begyorsul, akkor gyakorlatilag tavasztól nyárig, ami eddig megépült, azokat szeretnénk üzembe is helyezni. És ami meg idén fog megépülni, azokat pedig hát folyamatosan, de hát nyilván inkább az év második felében fogjuk tudni üzembe helyezni. Egy egész kevés mennyiség át fog húzódni a jövő év első felére. Általánosságban pedig ott tartunk, hogy a csővezetékeknek, ha így mondjuk kicsit szétbontom a területet, akkor az látszik, hogy a keleti oldalán érnek a északi részen és középen az cirka 50-60%-os a lefektetett csőmennyiség, a déli részen 100%-os, a nyugati oldalon, a déli és az északi részen körülbelül szinte 50-60-70%-os, és a középső részen van egy nagyobb terület, ahol már 100%-os. Összességében az összes csővezeték megközelítőleg 80%-os a lefektetett bossza, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes készültség is ilyen magas, tekintve, hogy az utak viszont jelentősen még lemaradtak, a végleges helyreállítások. Ezeket valójában ősszel jó lett volna elkezdeni, egyben van egy kis csúszás, mivel előírtunk egy kötelező konszolidációs időt, és mivel ez belecsúszott a tiltott időszakban, nem lehet utat építeni a fagyok alatt, így azt tavasszal fogják meg elvégezni. Ez sajnos egy kis hátránnyal járt a lakosság felé, egyes helyeken jelentősebb hátránnyal. Nyilván hibák is voltak az építésben, de ezeket most tavasszal módszeresen, és hát az átadások során különös ellenőrzéssel kontrollálni fogjuk, és reméljük, hogy helyre jönnek, és tényleg jó utakat kapnak vissza az érdiek. Hogy a rákötésekkel kapcsolatban mi mindent kell tudnia a lakosoknak, arról is beszámolt a projektvezető. A lakó megkereshet egy tervezőt. Nem tiltott, hogy bárki, aki jogosult tervező, az tervezzen, de a mi rendszerünkben, itt az érdi projektnél kidolgoztunk egy nagyon egyszerűsített eljárást. Bizonyos, hogy ez a legolcsóbb és a leggyorsabb. Tudnék, a csatorna az mindaddig a tulajdonunkban van a beruházói, amelyik folyik az építkezés, és csak a legvégén az üzemeltetési engedélykiadásakor adjuk át tulajdonba, és üzemeltetésre véglegesen az üzemeltetőnek. Ezért, mint tulajdonos, mi vagyunk a felelősek azért, hogy a rákötések szakszerűen, és mindenki által ismert feltételek mentén történjen, ezért mi úgynevezett akkreditált mérnököket használunk erre. A lakóknak nem kell egyenként utána járni. Ha ezek közül a listából kiválaszt egy mérnököt, akkor ő vázrajzot készít neki, tervet készít, és minden dokumentációt egyben elkészít, és ügyintézi is mi felénk, mi pedig az üzemeltetőnek ezt majd csomagban átadjuk. Utána teljesen normál üzemeltetés megkezdődik, még egy szerződést fognak kiküldeni a lakónak. Tehát ez az egyszerűsített módja, ez a legegyszerűbb. Ha valaki ezt semmiképpen nem akarja, akkor természetesen megbízhat külön egy tervezőt, de az átadást, magát a
a szakszerűséget, az élőre kötés, és hogy milyen módon történt a kiépítés a belső csatornának. Ennek az átvételét azt az akkreditált mérnök végezheti a beruházási időszakban kizárólag, így hát praktikus őket igénybe venni. Az Érdi Csatornamű Társulat ügyfélszolgálati irodáján a további lakossági kérdésekre is válaszolnak. Újabb helyszínen lehet elméleti járművezetői vizsgát tenni Budapesten és Pest megyében. Februártól a Pest megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségén is számot adhatnak a jelentkezők elméleti ismereteikről. A Budapest 14. kerületi Komócsi utca 17-19 szám alatt lévő számítógépes vizsgatermet február 20-án adta át Tarnai Rihárd kormány megbízott. A most átadott elméleti vizsgahelyszínnel Pest megyében 5-re, míg Budapesten 3-ra bővült a számítógépes vizsgát lebonyolító helyszínek száma. Február 25-én hétfőn rendezték meg a Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában az Esély a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére című projektjének záró rendezvényét. A TÁMOP 3.1.7.11/1-es pályázatán 6 millió forintos uniós támogatást nyert az érdi intézmény. A hétfői záró eseményen került sor a jó gyakorlatok bemutatására, valamint a projekt zárására is. Uniós támogatásból új lehetőség nyílik a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére Érden, a Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában. Az érdi intézmény a TÁMOP 3.1.7.11/1 referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázati kiíráson nyert uniós támogatást az új Széchenyi terv keretében. Ez a pályázat kimondottan olyan intézmények számára volt elérhető, akik előminősített referencia intézmények. Az előminősítéshez szükséges az, hogy két jó gyakorlattal rendelkezzen az iskola, ami példaértékű lehet más iskolák számára, ez eladható legyen tulajdonképpen más iskolák számára. Ha megvan ez a két jó gyakorlat, akkor kellett nekünk regisztrálni referencia intézményként, és akkor egy előminősítési procedúrán vettünk részt, ahol értékelték az iskolának a szervezetét, felépítését, működését, és gyakorlatilag megfeleltünk ezeknek a kritériumoknak, és akkor így jutottunk ide. A projektvezető elmondta, hogy a jó gyakorlat lehet egy módszer, tanmenet, eljárás, vagy akár program, vagy esemény, amivel az iskola a térségben egyedülálló, és amely a többi intézmény számára adaptálható. Nekünk három jó gyakorlatunk van, ami regisztrálva van az edukáció honlapján. A három jó gyakorlat a drámapedagógia, az énekzene oktatás, illetve a kooperatív technikák. Ez a kis térségben nagyon előremutató lépés, hiszen a referencia intézmények hálózatát most építik ki országosan. Gyakorlatilag ezek olyan intézmények, amelyek más iskolák számára példaértékűek, és gyakorlatilag ide lehet jönni majd hospitálni, tanulni hozzánk. A pályázaton az érdi intézmény 6 millió forint uniós támogatást nyert, melyből a pedagógusok szakmai továbbképzéseken vehetnek részt, amelyben a referencia intézmény kialakításának és működésének alapjait sajátítják el. Ezek megvalósulásához néhány informatikai eszköz beszerzésére is sor kerülhet. 6 millió forintos pályázatról van szó, ami elsősorban a referencia intézmény működtetéséhez szükséges továbbképzéseket akarta, illetve valamennyi technikai berendezés megvásárlásáról szólt. A továbbképzéseken gyakorlatilag túl vagyunk, most már csak az eszközbeszerzés és a kiegészítés és a záráson vagyunk. Technikai eszközök, tehát projektor, digitális tábla, illetve laptopok vásárlása lehet. A hétfőn megrendezett projektzáró eseményen a helyi tanintézmények vezetőinek tájékoztatót adtak a projektről, a jó gyakorlatokról, továbbá azt is bemutatták, hogy hogyan zajlik a referencia intézmény működése a továbbiakban. Olcsóbb lesz a gázolaj, 2 forinttal csökken a dízelára szerdán, így 1 liter gázolajért 423 forintot kell majd fizetni. A benzin marad 439 forinton, az autósok azonban 20-25 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a kutaknál. Mesék képekben címmel nyílt meg Tálosné Violányi Marian festőművész kiállítása a Szepes Gyula Művelődési Központban. A tárlat március 8-áig még megtekinthető a Szepes Galériában.
Tálosné Violányi Mariannak már az ország több városában volt önálló kiállítása. Most az érdi közönségnek is megmutatta alkotásait a művész, aki néhány éve kezdett el festészettel foglalkozni. Az alkotót lánya dr. Tálos Marian mutatta be, aki édesanyja művészi pályájának kezdetéről is beszélt az érdeklődőknek. Sétált a novemberi kora reggeli ködben, a falevelekben, hallotta a madarak csivitelését, és egyszer csak felnézett a felette lévő kopaszfa ágaira. Ez a kopaszfa, biztos, hogy látni fogják, hogy több festményén is megjelenik. És a kopaszfa ágai közül egyszer csak úgy érezte, hogy a napsugarakon keresztül, mintha édesapja szólította fel. Arra, hogy itt az idő. Itt az idő, neki kell állni festeni. Érezte édesapjának szeretetének áramlását minden sejtjében. Mai nap sem tudja megmagyarázni, hogy mi is történt akkor reggel. Ugyanis hazament, és onnéttól kezdve születtek kezei alól a szemnél szebb képek. Tálosné Violányi Marian számára új technikákat is szívesen kipróbál változatos témáihoz. Akvarell. És most kezdtem el pasztelkrétázni, amit rettenetesen imádok, meg egy kicsit akrilozom. Kedvenc tévám először is a Duna volt, meg a víz. És akkor hát festegettem, hol jól, hol rosszul, mérgelődtem egy csomót, és akkor kezdett a tájkép, a csendéletek, állatokat szoktam festeni, embereket, azt nem, mert azt ugye nem tanultam rajzolni, meg tulajdonképpen úgy vagyok, hogy az emberek hamisak, és valahogy inkább a természethez vonzottam. A kiállításról hosszabb összefoglalót láthatnak Fénykép című kulturális magazin műsorunkban. Szerdán reggel délnyugaton délen várható még eső, máshol erősen felhős, borult időre van kilátás, de délelőtt észak-északkelet felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Többfelé élénk lesz a szél, helyenként egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Délután is még délen délnyugaton fordulhat elő kisebb eső, zápor, viszont északkelet felől tovább folytatódik a felhőzet felszakadozása. Élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet, a maximum hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Az érdivárosi televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!